A várakozás után, hogy hát hivatalosan belevágjunk és megnyissuk ezt az 5. szilvafőző fesztivált itt, Marosjárában. Isten hozta önöket, akik távolról vagy közelebbről érkeztek. Nagy szeretettel köszöntjük a marosjáraiakat, gyereket, szülőket, nagyszülőket egyaránt, akik velünk tartanak. És úgy nézem, hogy lehet, hogy nem sokat tévedtünk, mert hogyha még szeptembernek ugye ezen a táján az árnyékot kell keressük, akkor azt jelenti, hogy minden rendben van, az idő jó lesz, és velünk fog tartani. Ugye elérkeztünk az 5. állomásához ennek a szilvafőző fesztiválnak, köszönhetően a támogatóknak, de én azt mondom, hogy sose feledjük el azt, hogy honnan indultunk, és hogyha egy kicsit visszatekintünk, engedjék meg nekem, hogy megköszönjem azoknak az embereknek, akik egyáltalán ötletgazdái voltak ennek a fesztiválnak, akik itt állnak ugye most a bal kezem felül, a kisházaspár, Kis Gyulát, aki annak idején Demecser város polgármestere volt, és Kis Gyulánét, aki ugye igazgatónő ott az ottani liceumban. És az ötlet honnan pattant ki? Annak idején ők elindítottak egy nagyméretű folyamatot, ami abban az időben nagyon szépen virágzott, ez a demecseri káposztás napok, többször részt vettünk mi ugye rajta, marosjáraiak is, nagy örömmel és nagy megtiszteltetés volt számunkra azon részt venni és sokat tanulni abból a programból, ami ott volt, ugye az a 3 napos, 2 színpados program, azt ugye mi nem engedhetjük meg magunknak, de annál nagyobb volt az öröm, hogy azon részt vettünk. És akkor úgy kezdtünk gondolkozni, hogy mit lehetne itt ezen a vidéken, Tudillikő testvértelepülés Marosjárával, és akik nem tudják, de ugye akik itt közelebb vannak, azok nagyon jól tudják, hogy Marosjára mindig egy nagyon jó szilva termővidék volt. És persze vannak kivételek, úgy, ahogy az idén is volt, a kései fagyok egy kicsit betettek nekünk, de megléptük ezt a dolgot, és hála legyen a jó Istennek, áthidaltuk, úgyhogy lesz szilva így mindazoknak, akik eljöttek, hogy vásároljanak, meg hogy meglátsák ezt a fesztivált. És akkor gondolkoztunk, hogy valami olyasmit kéne bevezetni, ami egy kicsit eljut úgy az általános falunapoktól, akkor, amikor csak fellépnek és táncolnak ugye gyerekektől, az is egy nagyon szép dolog, de nagyon jó, hogy kaptuk ennek a szilvatermő vidéknek, a szilva miatt ugye ezt a témáját, ami egy gyönyörű hagyományőrzés. Egyre nehezebb a mai nap, ugye az internet kihívása, stb. Mindenki nagyon elfoglalt, mindenki rohan, és elfeledjük azokat a gyönyörű hagyományokat, amik még ugye falu szinten itt-ott megmaradtak, elkezdve egy kosárfonást, elkezdve egy szalmakalap fonásáig, ugye, vagy akár egy szilvai főzéséig, vagy egy pálinka párlásáig. Azt is el kell mondjuk, hogy már egyre kevesebb ilyen falu helyen is ez a dolog, ezért próbáljuk ezt egy kicsit konzerválni, és ilyen ünnepélyes formába előhozni, és e körül felépíteni egy ünnepet, ahol mindenki együtt jól érezze magát, főleg azok, akik innen származtak el, és biztos, hogy jól esik hazatérni, biztos jól esik ezekre a tájakra mindig visszajönni, és emlékezni együtt azokkal, akikkel ugye egybe voltak itt. Sajnos az idő eltelte, nyomokat hagy, és hiányokat hagy maga után. Ez történt már többször is, amikor még szerveztük, de engedjék meg, és itt, hogy bocsánatot kérjek a családtól, ez ugye nem volt kiszámítva, közben ezelőtt 2 nappal Ölvedi Ignác bácsi eltávozott közülünk. A jó Isten nyugtassa a családnak, adjon vigasztalást, és még egyszer szíves elnézésüket kérjük, hogy a mi akaratunk ellenére ez így történik, és most ezt nem tudjuk leállítani, hanem tovább kell menjünk, de együtt érzünk a családdal, adjon nekik vigasztalódást és nyugodalmat a halottnak. Ez egy kicsit úgy engem személyesen beárnyékolt, de ilyen az élet. Még egyszer mondom, nyomokat hagy, de attól azok, akik itt vagyunk, próbáljunk tovább menni és tovább vinni ezt a hagyományt. Megköszönöm a támogatóknak,
azok, akik mellettünk voltak, hogy tovább tudjuk vinni ezeket a szép, ezt a szép hagyományt. Elsősorban Maros megye tanácsának, Péter Ferenc elnök úrnak és a tanácsosoknak, azok, akik támogatásukat adták és védnökük ennek a rendezvénynek. A helyi tanácsok, Ernyeszeg község helyi tanácsa, van itt belül kollega, akik itt vannak és évről évre úgy állnak hozzá ehhez a dologhoz, hogy tovább tudjuk vinni. Az Azorev egyesületnek, aki felkarolta és segít ezt a rendezvényt tovább vinni. Nem utolsó sorban a Demecseri fúvózenekarnak, Kis Gyulának, Kis Gyulánénak, azok, akik évről évre ugyanolyan védnökei, és nagyon sokat törtetnek azért, hogy itt legyenek. Most is egy olyan műsort hagytak el ezért a Járai Fesztiválért, ami egy színvonalas és hírneves műsor. Éppen azért, mert az idők során ők is nagyon magasra tették a mércét, és egy nagyon elismert zenekar lett az anyaföldön, egy nagyon keresett. Úgyhogy szerintem éljünk a lehetőséggel, hallgassuk őket, és örvendezünk azért, hogy itt vannak közöttünk. Én gondolom, hogy olyan programot tudtunk összeállítani, hogy mindenki megkapja magának azt a hozzávalót. Lesz itt ugye operett, lesz itt tánc, lesz itt könnyű zene akár, és egy DJ is a végén. A Attila majd még ismerteti folyamatosan a programot. Még azt szeretnük elmondani, hogy támogatóként ugye a Bálintransz egy járatot indított Körtéfájáról a katolikus egyháztól, ami óránként feljön ide Maros járába, és ugyanúgy úgy majd szólunk a színpadról, akik akarnak majd távozni az est folyamán, hogy mikor indul majd visszafele a busz. Nekem nem marad egyéb, csak azt kívánjam önöknek, hogy érezzék jól magukat itt Maros járába. Jó szórakozást, és adja a jó Isten, hogy hiányok nélkül jövőbe ugyanitt együtt. Köszönöm nagyon szépen! Akkor most Demecsernek adom át a szót, de mielőtt az úr megszólalna. Mások, hol vannak a demecseriek? Demecser, nagy a csend! És a főzők? Nincsen főző. Rendben, hát akkor átadom a szót. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, marosjáraiakat, és mielőtt bármit mondanék, kérem, hogy a zenekarral együtt énekeljük el a himnuszt, majd a székely himnuszt. Thank you.
még ezen a színpadon, és én mindig azzal kezdtem, hogy szeretnénk hagyományt teremteni. Én úgy gondolom, hogy az ötödik alkalommal elmondhatjuk, hogy hagyományt teremtettünk. Köszönhető ez a helyieknek, a helyi testületnek, polgármester úrnak, és néhány olyan embernek, akiről polgármester úr is beszélt, hogy már nincs közöttünk, de akkor sokat tettek érte. Én nem említeném név szerint, mert biztos kihagynék valakit, de emlékeztünk rájuk polgármester úr által is. Én úgy gondolom, hogy így, hogy elmondhatjuk, hogy hagyományt teremtettünk, azt mondom, hogy most már elengedhetjük ennek a rendezvénynek a kezét, és nagyon szívesen jövünk bármikor, hiszen mi hazajárunk Marosjárára, nekünk ez a vidék nagyon megtetszett, és több mint 10 éve, mikor megkötöttük a testvér települési kapcsolatot, akkor úgy gondoltuk, hogy igen, ide mindig el tudunk jönni, hogy szívesen látnak bennünket. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy ilyen sokan részt vettek, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást a mai napra. Továbbiakban akkor Kis Katalin, kérem szépen, hogy szóljon a résztvevőkhöz. Én is köszöntök mindenkit a Szivárvány Egyesület nevében, illetve a Demecseri Általános Iskola nevében. A mai nap fényét még tudnánk tovább fokozni a helyieknek a áldozatos munkája után. Szeretnénk még több dolgot adni, és így próbálunk kézműves foglalkozást tartani. A zenekarosoknak a nagyobb diákjai, illetve tagjai gyerekjátékokat fognak, gyerekversenyeket, felnőtt versenyeket fognak lebonyolítani, illetve az előző évekhez hasonlóképpen ugyanúgy fogunk a Wecker együttes előadása előtt tombolát sorsolni. A tombolához a Demecseri Általános Iskola tanárai, tanulói adták a lehetőséget, hogy megint meg tudjuk rendezni, megint meg tudjuk tartani. Én is köszönök mindenkinek, minden résztvevőnek, illetve hozzájárulónak, hogy megint meg tudtuk ezen a gyönyörű napon rendezni a Szilvafőző Fesztivál, és remélem, hogy jövőre is itt tudunk lenni ilyen szép napon. Köszönöm szépen! Üdvözlöm dr. Vas Levente, RMDSZ-es képviselő urat, kérem tartsa meg beszédét. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örvendek, hogy ugyanahogy a tavaly is, az idén is itt lehetek, meg hívásotokra. Köszönöm szépen polgármester úr, köszönöm szépen a szervezőknek, tanácsos kollégáknak, és minden egyes lelkes önkéntesnek. És jó látni azt, hogy jól érzitek magatokat. Jó látni azt, hogy hagyományt ápoltok, jó látni azt, hogy Marosjára a világ közepe, hiszen itt vannak Önök Magyarországról, szolgálatot teljesítenek Moldvából, amit külön meg kell köszönnünk, és én azt hiszem, hogy ez az a dolog, ami mindannyiunkat összeköt. Nagyon jó látni, hogy Marosvásárhelyről nagyon sokan kijöttek, nagyon jó látni, hogy ugyanazok a klasszikus, hagyományos sátrak, mint a tavaly itt vannak, és el kell mondanom, hogy a gyerekektől a szilva ízet el kellett dugni a végén, mert hajlandóak voltak mind a hárman kicsi nassolás gyanánt bemenni és kanalazni a szilva ízet kenyér nélkül, amikor nem láttuk a kedves feleségemmel. Megígérem Önöknek, és már itt körbejártuk a sátrakat, hogy a marosjárai szilva ízt elviszem Bukarestbe is, és igyekszünk majd a következő évre akár onnan is olyan látogatókat hozni, akik feltankulva majd szilvaízzel mennek el, és ezáltal is besegítenek a szervezésbe, és még emlékezetesebbé teszik Önöknek ezt a fesztivált. Köszönjük szépen a zenekarnak, és köszönöm szépen, hogy itt lettem. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Remélem, hogy nagy szeretettel fogják fogadni a parlamentben a szilvaízet, rá is fér egy pár képviselőre, szenátorra. Átadom a szót Csép Andra Éva képviselő, parlamenti képviselőnek. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát Levente kollégám lelőtte a poénomat, mert én is pont azt akartam elmondani, hogy elvisszük Bukarestbe a járai szilvaízet, mert úgy gondolom, hogy igenis fontos az, hogy a helyi kezdeményezéseket felkaroljuk.
Első alkalom, amikor előttem fiatalokból álló fúvós zenekar van, és így beszélhetek a színpadon, úgyhogy ezért külön köszönettel tartozok önöknek, nektek, mert felemelő érzés volt az, hogy hátul hallgattuk azt, amilyen gyönyörűen játszanak. Tudjuk, hogy ebben rengeteg munka van, és tudom azt is, hogy mekkora lehetőség az, hogy itt járában be tudják mutatni azt a munkát, ami jó pár óra, kemény lemondást is igényelt, akár de gyönyörű az eredménye, és ezért külön gratulálok önöknek, és köszönjük, hogy itt vannak. Másodszorban pedig szeretném megköszönni a helyieknek a meghívást. Azt hiszem, hogy jó együtt lenni. Jó az, hogy jó az időnk, és nem az esőben kell itt tocsogjunk, hanem gyönyörű napsütés van, és ez bearanyozza még jobban a mai napot. És azt is meglepetéssel és feltöltődéssel vettem észre, hogy azért van, aki még viseletet is vett fel erre az ünnepnapra. Mert a mai nap az itt ünnepnap is, és ez kell maradjon. És ez kell bearanyozza a többieknek is a napját, és az rendkívül jó dolog, polgármester úr, hogy más faluból is fel tudnak jönni, és külön járat van indítva. Évről évre jobbnál jobb ötletekkel gazdagodik ez a szilvafőző fesztivál. Úgyhogy én azt kívánom önöknek, hogy erejük legyen hozzá, hogy az ötödik alkalom után a hatodik is megszervezésre kerüljön. Erejük legyen arra, hogy minél több szilvalekvárt főzzenek, hogy mi minél többet tudjunk Levente kollégámmal elvinni Bukarestbe, majd kóstolókat hozni Bukarestből errefele, és kívánom azt, hogy legyen sok egészségben részük. Adjon az Isten erőt önöknek ahhoz, hogy legalább még 10-szer ennyit megérjen ez a fesztivál, és minél többen itt legyenek és együtt ünnepeljenek. Jó szórakozást kívánok! Köszönjük szépen, átadom a szót Dávid Balázs falufelelősnek, hogy szóljon a jelenlévőkhöz. Hát milyen érzés egy ilyen fesztiválnak a gazdája? Szeretettel üdvözlöm az összes járaiakot, az eltávolodott járaiakot, és akik visszatérnek minden évben, bár világításra és erre a napra. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik minket segítettek, a megyei tanácsnak, a helyi tanácsnak, a demecserieknek és az összes hűséges marosjárai lelkes falutestvéreinknek, akik tisztelettel szépítették ezt a mai napunkat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a továbbiakban, átadom a szót Palko Ágostonk plébános úrnak. Igen, nagy szeretettel köszöntöm én is az kedves előjárókat, a kedves vendégeket és a kedves járaiakat. Tudjuk, hogy egy nap áll a rendelkezésünkre. Hát egy napon nem lehet mindent megvalósítani. A Jóisten is 7 nap alatt teremtette a világot. Még egy napon kell megmutassuk a világnak, hogy mi is létezünk, mi is itt vagyunk és mi is szeretünk örvendeni. Éppen ezért azt lehet mondani, hogy 364 napunk áll rendelkezésünkre, hogy szomorkodjunk, de egy napunk áll rendelkezésre, hogy vigadjunk és mulassunk. Ha énekelnek, hát táncoljunk. Köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit, aki elérkezett ide. Köszönjük szépen, olyan lendületen most, hogy azt hittem, hogy a táncot be is mutatja. Továbbá felkérem Antal Leventét, a Gerjesztegi Általános Iskolák igazgatóját, helyi tanácsost, hogy szóljon a jelenlévőkhöz. Üdvözölve légy születésed napján, 5. születésed napján Marosjárai Szilvafőző Fesztivál. Isten éltesse azokat, akik bábáskodtak születésedkor. Isten éltesse azokat, akik eljöttek első születésnapodkor, majd a másodikkor, akik itt voltak esőben, akik itt voltak szép időben, és akik itt vannak most is. Kívánok mindenkinek tartalmas együttlétet és egy gyönyörű szép napot. Köszönjük szépen akkor az előjáróknak, még visszaadom a szót Kolcsár Gyula polgármester úrnak. Köszönöm, nem fogom többet untatni önöket, csak azt akartam elmondani, hogy a Kultúrotthonban bent egy képkiállítás van. Ugye itt közöttünk valahol van egy fiatal művész, Kentelki Gábor, és majd amiután leszállunk a színpadról, akiket érdekel, és megkérném, hogy minél többen egy kicsit a Kultúrotthonban lépjünk be, hogy egy pár szót szóljon az ő alkotásairól, ezt akárki, ugye nem, hogy akárki, hanem mindenkit megkérünk, hogy nézzék végig. Ugye egy 19 éves művészetit végzett
fiatal emberről van szó, és tiszteljük meg azzal, hogy megnézzük a képtárlatot. Még egyszer azt kívánom önöknek, hogy jó szórakozást, jó időnk legyen, és adja a jó Isten, hogy jövőben ugyanígy együtt, hiányosságok nélkül. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen a hivatalosságoknak, hogy megtartották beszédőinket. Hát érezzék jól magukat, akkor ezennel hivatalosan is megnyitjuk az 5. kiadását a Járai Szilvész Főző Fesztiválnak. És mielőtt a színpadot elhagynák, arra kérem, hogy kellő tisztelettel énekeljük el a szózatot. Szünetet tartunk azért, hogy meg tudjuk szervezni a tánccsoportokat, addig kérem a technikus kollégákat, hogy tegyenek egy kis zenét, és arra kérem azokat, akik nemrég hallották, hogy jöjjenek a színpad közelébe, szervezzük meg, hogy ki milyen sorrendben lép fel, ki érkezett meg, és egyáltalán ki...